kiadottati platném már felkészültem. A Barzsiulafalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fellépése nyitotta az idei sorrendben 28. Bezdáni Színházi Napokat. Másnap a Szabadkai Népszínház társulata lépett fel, majd a helyi műkedvelők álltak közönség elé a Faroktól Fölfelé című vígjátékkal, amelyel több magyarországi és horvátországi településen is vendégeskedtek a nyár folyamán. A Bezdáni Színházi Napok mindig gyakorlatilag egy egész éves előkészületet igényel, ugye pályázni kell, erre is már tavaly ősszel elkezdtük a pályázást, és folyamatosan történik egész nyáron, történik a darabok kiválasztása, meghívása, összeegyeztetése. Annak ellenére, hogy voltak negatív trendek az utóbbi időben, években, azt mondhatom, hogy az idén egész szép látogatottság volt, tehát elértük a 100-as nézőszámot, ami már jónak tekinthető annak függvényében, hogy nagyon nagy elvándorlás Bezdánban is. Az előadást júliusban bemutattuk itthon, és utána pedig mindjárt egy hétre rá Dávodon vendégszerepeltünk szabadtéri színpadon, amitől kicsit féltünk is, de annak ellenére jól sikerült a bemutatkozás Magyarországon, és ezt követte több magyarországi fellépés, mégpedig augusztus 6-án léptünk fel Bácsalmáson, és utána augusztusi ünnepekre Érsekhalma, Nagybaracska, Csátalja, és holnap pedig újra megyünk Magyarba, még pedig Vaskutra kaptunk meghívást, de Baja is, tárgyalások folynak a Bajai Színházzal és az előadásra. Vasárnap este a Nagybecskereki Madárszínház társulata, jövő szombaton a Péter Révei Karinti Frigyes színjátszókör műkedvelői lépnek fel, majd október 18-án ismét a helyi színjátszók állnak közönség elé egy zenés nosztalgia estel.